Nem szeretne a tavalyi őszhöz hasonló veszőfutást a nyíregyházi csapat vezetése, ezért a nyári szünetben mindent megtettek azért, hogy megerősítsék a játékos keretet. A négy távozó helyére öten érkeztek. Dobó Zoltán Egerben, Stáb Bence Ózdon szerepelt legutóbb, hárman pedig már korábban is viselték a csapat mezét. Páncél Zoltán Ózdról, Gidai Máté Békésről, Nagy Levente pedig a Ferencvárostól tért vissza Nyíregyházára. A szakmai munkát továbbra is az év elején érkező Kaplonyi Zoltán irányítja, aki augusztusban le akarja rakni a remélt sikerek alapjait. Egészen szeptemberig naponta két edzéssel fogunk dolgozni. Nagyon sok új játékos jött, igazából teljesen új csapatot kell kialakítanunk. A támadás taktikát egy kicsit megváltoztatjuk, a védekezésünkben próbálunk egyfajta nyitott védekezést is kipróbálni, illetve majd a bajnokság folyamán ezt minél magasabb szintre emelni. Illetve hát a támadójátékunk is teljes mértékben meg kell reformálni, ugye nagyon jó átlövőink vannak, ezt szeretnénk kihasználni. Ugye már korábban említettem, hogy a támadójátékokkal, illetve az átlövőjátékokkal volt a problémáink. Én úgy gondolom, hogy ez ebben az évben megoldott lesz, legalábbis nagyon bízom benne, hiszen ezért igazoltunk ilyen játékosokat. Nagy Levente ismerős közegbe érkezett, mivel korábban több részletben jó néhány évet játszott a nyíregyházi együttesben. Ismerek mindenkit, mindenki barát, eddig is jó közeg volt, eddig is jól éreztem magam, ha háromszor voltam, most leszek negyedjére. Amikor innen Nyíregyházáról elmentem 3 éve ezelőtt, akkor is a Zsoltival úgy beszéltük meg, hogy tátkarokkal várnak vissza. Majdnem, hogy így kezet is adtunk egymásnak, és nyitott volt a lehetőség, és egyből jöttem. A nyíregyháziak főleg román és szlovák ellenfelekkel szemben 9 edzőmeccset játszanak a bajnoki rajtig. Szeptember 15-én a nyitófordulóban az Ózdot fogadja Kaplonyi Zoltán együttese.